egy milliméteres, nagyon nehéz észrevenni. Pláne fejbőrön, tarkótájon is szeret megakadni fül mögött, hajlatokba vagy a hátán az embernek, ha nem gondol rá, hogy átnézze, nem veszi észre. Ligeti Judit bőrgyógyász korábban arról beszélt, hol nézzük át magunkat, ha erdős területen jártunk. Az enyhe telek miatt ugyanis elszaporodtak a kullancsok, így nagy az esély, hogy találunk magunkon vérszívót. Tolna megyében most egy új kullancsfaj jelent meg, amire a Kullancszövetség figyelt fel. Kapiller Zoltán állatorvos, a szövetség vezetője szerint ez valószínűleg a róka kullancs egyik alfaja lehet. Úgy véli, hogy az aranysakál hurcolta be a parazitát Szerbia felől. Itt jött a délvidékről, jött a drávamenti síkon, és látszik is, hogy jött a legnagyobb sűrűség, ugye Somogy-Baranya megye déli részén. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára azt mondja, ők is tapasztalják, hogy elszaporodott az aranysakál Tolna megyében. Az itteni erdőkben 80%-kal több állatot ejtettek el 2017-ben, mint 1999-ben. A nagy vadállományok közül az őz szaporulata, a gidák ezeken a helyeken alacsonyabb számban, arányban vannak jelen, de a dámszarvas állományban a szaporulatot szintén tizedelheti, illetve apró vadfajok állománya szintén táplálékát, préda egyedeit képezheti. A Tolna megyei kormányhivatalhoz fordultunk, hogy megtudjuk, a járványügyi szakemberek találkoztak-e ezzel az új kullancsfajtával, és ha igen, mennyire szaporodott el Tolna megyében. Kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ. Egy tájékoztatót küldtek, amiben kiemelték, az enyhe tél miatt idén különösen sok vérszívó van, amik súlyos betegséget is terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés.